Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír október 8-ára. Ezen a napon Plutó bolygó megáll, változik az irány, és holnaptól előre halad. Plutó bolygó az jelenti a múltat. Plutó bolygó az uralkodik az öntudatlanunk felett, tehát uralkodik a belsőnk felett, jelenti a belső erőnket is, amikor biztosak vagyunk magunkban. Plutó bolygó az jelent egy átmeneti időszakot is, valamit lezárni, valamitől vagy valakitől elbúcsúzni, és akkor jelent egy új irányt is, utal a változásokra. Plutó bolygó az a hatalom bolygója, és egy bizonyos terület felett uralkodnunk kell. Ez lehet egy szituáció az életünkben, vagy uralkodni kellene a gondolataink felett, vagy az érzelmeink felett. Október 8-án Plutó bolygó megáll egy pillanatra, és lehet, hogy megállnak az események, vagy kell egy kis szünet átgondolni azt, hogy mitől kellene elbúcsúzni, mit kellene lezárni az életünkben, és elgondolkozni azon is, hogy milyen tervek vannak, hogyan tovább, milyen irányba. A hold. A mai napon az indiai asztrológia szerint a halak jegyében van, tehát a víz elemében. Itt, ahogy a képen is látható, a víz eleme. És az szimbolizálja az érzelmeket. Oda kell figyelni a saját érzelmeinkre, vagy mások érzelmeire. És mivel Plutó bolygó az indiai számítás szerint a bak jegyében, a föld elemében van, itt megvan a harmónia most, hiszen a föld eleme és a víz eleme az harmonizál egymással. Tehát fontos bizonyos témákat lezárni, vagy felszabadulni valami vagy valaki felett, és kell egy új irány, a változások, a megújulások, új események, lehet, hogy kívülről jön hatás, és ezek a lehetőségek, és a hold mozgása segít abban, hogy erre odafigyeljünk. Azon kívül kihat természetesen az érzelmeinkre is. És most mutatok egy másik képet. Az Ayurveda szerint van három energiai irány, vagy három energia, mező, vata, pita és kafa. Ez bennünk is megvan. Ez megállapítható a születési horoszkópból, vagy a vata uralkodik, vagy pita uralkodik, vagy kafa uralkodik. Az is lehet, hogy mindháromból van valami a horoszkópban, tehát ezek az energiamezők nálunk is megvan a mi szervezetünkben. És ha megtekintem a napi horoszkópot ezúttal október 8-át, és a személyes bolygókat, tehát Szaturnusz bolygóig, akkor megállapítható, hogy Mars bolygó, Vénusz bolygó, Merkur bolygó, Szaturnusz bolygó és a Nap a Föld elemében van. És a Hold és Jupiter bolygó a víz elemében van. A víz eleménél érzelmekről van szó, a Föld eleménél reális dolgokról, vagy anyagi témákról, vagy a biztonság érzetéről, és látható a képen, hogy ez kafa
energiamező, a víz eleme és a föld eleme. Tehát a mai napon, illetve október 8-án ez így van, hogy a föld eleme uralkodik. Ha volt stressz a múltban, vagy sok mozgás, és kimerült vagy, fáradt vagy, akkor ez a kafa energia jót tesz neked, hiszen ez utal a nyugalomra, kipihenheted magadat. Viszont ha úgy érzed, hogy nincs mozgás, nem mennek előre az események, vagy hajlamos vagy arra valamit még fogva tartani a múltból, akkor ez a Plutó energia, ami most változik, segít neked abban, hogy bizonyos dolgokat lezárj, vagy elengedj bizonyos kapcsolatokat, és akkor ügyelj a másik irányra, hiszen ez kiegyensúlyozza a dolgokat. Ez lehet a levegő eleme, a könnyűség, a beszélgetések, ez lehet a tűz eleme, a bátorságod, a lelkesedésed, és akkor ezzel az energia mezővel és Plutó bolygó hatásával, azon kívül a hold energiája szintén segít ebben, kihat az érzelmekre, utal kisebb változásokra. Ha mindezt úgy figyelembe veszed, akkor kezelni tudod a dolgokat, és előre mennek az események. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!